református istentisztelet, nádas tűz Karcagon, kolbásztöltő vigadalom, a szomszédját is meglopta. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. április 10-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Bizonyára mindannyiunk számára ismert Jónás próféta személye. De nem ez a most hallott ige szakasz. Talán nektek gyerekek is ismerős a történet, amikor Jónást bekapja egy nagy cethal, és 3 napig lesz ott a gyomrában, a sötétségben. Majd végül megmenekül. Az ő életéből ezt az eseményt szoktuk jobban kiemelni, jobban ismerni. A festőket is ez a történés iklette meg Jónás életéből. De a most hallott ige szakasz, a Szentíró tovább megy ebben az ige szakaszban Jónás életének eseményeiben. Története kezdetén Jónás ugyanis feladatot kap Istentől, hirdesse Ninive városában Isten megtérésre szólító üzenetét, szavát. És először Jónás ki akar térni az isteni útmutatás elől. Nem akar elmenni Ninivébe, hanem pont ellenkező irányba indul el. Egy másik hajóra száll fel. Láttuk azt, hogy először ki akar bújni a feladat alól. És így jön a csapás, úgymond, bekerül a cethal gyomrába. Végül pedig bizony teljesítenie kell mégiscsak Istentől kapott feladatát. El kell mennie Ninivébe, a nagy városba, és megtérésre kell hívnia az embereket. Isten nem mondott le Ninivéről, a bűnös városról. Nem változtatott tervén Jónás személyével kapcsolatban sem. Nem választ ki másik embert, hogy Jónás használhatatlan volt, és nem ment el, és aztán Isten inkább más embert küld, nem. Hanem ugyanúgy Jónáshoz szól Isten. Ebből látjuk azt, hogy valóban nem lehet kibújni az Isten akarata elől. Nem lehet elbújni, elrejtőzni, mert amit Isten rábíz az emberre, azt meg kell tennie. Ninive nagy városa volt az Istennek. Olyan város, amely azt gondolta, hogy mindent megtehet. Az akkori világ ura lehet. Ő szabta a törvényt, övé volt a gazdagság, a hatalom. Nem ismert sem Istent, sem embert, mondhatnánk így is. Magának szinte mindent megengedő város volt Ninive. És lehetetlennek látszott szinte, hogy megtérjen Istenhez ez a város, ennek a városnak a lakói. Hiszen ahhoz be kell ismernie bűneit, szakítani kell az önzéssel, a hamisságból szerzett jóléttel, és az igazságot és emberséget kellene választani, amit már talán oly régen elfelejtett Ninive. De Isten nem mondott le Ninivéről. Ahogyan egyetlen bűnös emberről sem mond le Isten, még ma sem. Éppen ezért küldte Jónást Ninivébe. Nem azért, mert olyan szuper képességgel rendelkezett volna Jónás, nem azért, mert olyan aranyszájú Szent János lett volna, bár ezt pontosan nem tudhatjuk, hanem azért, mert őt Isten választotta ki,
erre a feladatra, erre a küldetésre, amely nem lehetetlen küldetés. Mert Isten nem ad olyan feladatot az ember számára, amit ne tudna megtenni, ne tudna teljesíteni, ne tudna véghez vinni. Ahogyan ránk sem helyez olyan terhet, olyan feladatot, olyan kihívást, amelyet ne tudnánk megtenni. Csak a késztetés kell a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatunkba, életünkbe. Hogy meghalljuk Isten szavát, parancsát, és aztán teljesítsük az ő akaratát. Mert az ő akarata a mi javunkat szolgálja. Jónás azt mondhatnánk, hogy kap egy második, egy újabb esélyt. És milyen jó az, kedves testvérek, amikor az ember kap egy második, egy újabb lehetőséget, arra, hogy bizonyítson, arra, hogy megmutassa azt, hogy igenis meg tudja tenni azt, ami rábízatott. Mekkora kegyelem ez? Milyen jó a második esély? Amikor kapunk egy második esélyt, talán a munkahelyen, talán az iskolában, egy dolgozatnál, egy ránk bízott feladatnál, egy projektnél, egy kapcsolatban, egy szerelemben, egy baráti kapcsolatban, egy házasságban, egy ránk bízott feladatban, vagy bármiben, egyen-egyenként oda tudnánk tenni a mi személyes életünkből azt, hogy milyen jó lenne, hogyha kapnánk még egy esélyt, vagy bizonyságot tenni arról, hogy milyen jó, hogy kaptunk még egy esélyt. És Isten, ilyen Istenünk, aki nem csak második esélyt ad nekünk, hanem sokadik esélyt is. Arra, hogy hozzáforduljunk, hogy mi is megtérjünk abból az útból, amely nem az örök élet felé vezet bennünket. Nagy területen égett a nádas karcagon, a tűz közelében lakóházak álltak. Az Akácos utca mögötti területen keletkezett a tűz. Azt vettük észre, hogy hát nagy füst, nagy láng, tanyából kinéztem, akkor láttam, hogy már nagyon ég a tűz, akkor hívtam a 112-t, jöttek is a tűzoltók azonnal. Hál' Istennek annyira szerencsénk volt, hogy a szél nem a tanya fele hozta, mert a tanya 30 méterre sincs a nádastól, és ugye, hogyha a szél el, akkor biztos, hogy akkor leég a tanya minden, mert itt az akácba mindenbe belekap a tűz, akkor mindennek vége lett volna, akkor 100%, hogy leég a tanya is. Hál' Istennek meg tudták fogni a tűzoltók, nagyon szépen köszönöm nekik, el tudták oltani. Itt mellettem is látszik minden, hogy az úttól nincsen 5 méterre, hogy éppen meg tudták fékezni a tüzet, annyira nagy. A leégett terület teljes nagysága meghaladja az 1 hektárt. Nagyon féltünk, mert ugye ha a szél megfordul, mert most a lovaskocsi, a lovarda felé fújta a szél, de ha megfordul a szél, akkor itt a házaknak annyi, szerintem legalábbis. Több szabadtéri tűz is volt vasárnap Karcagon. A déli temetőnél 1000 négyzetméteren égett a száraz fű, a lángok a temető kerítésén belül is pusztítottak. Nem sokkal később az Akácos utcában található záportározóban gyulladt ki a nádas, több foltban, 1 hektárnyi területen. A tűz a közelben álló lakó épületeket veszélyeztette, illetve a sűrű füst miatt a közelben húzódó vasúti sineken csökkenteni kellett a szerelvények sebességét. Még szintén délelőtt volt szükség a tűzoltókra a partos kertben, ahol egy tavat szegélyező nádas kapott lángra 500 négyzetméteren, míg az esti órákban egy kigyulladt szalmabálához kellett vonulni a Kisantal utcába. A tüzek oltását a karcagi, a tiszafüredi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók végezték el.
Már kora reggel nagyszerű volt a hangulat a második kolbászkészítő Vigadalmon mezőtúron. A Petőfi téren megrendezett versenyre 23 mezőtúri és több vidékről érkezett csapat nevezett, hogy saját receptjük alapján elkészítsék a finomabbnál finomabb kolbászokat. Az eseményen részt vett Herceg Zsolt is. Fontos, hogy gasztronómiai hagyományainkat a fiatalabb nemzedék is megismerje, tovább vigye. Ezért is öröm számomra, hogy az idősebb generáció mellett egyre több fiatal méretteti meg magát a versenyen, írta az országgyűlési képviselő bejegyzésében. 23 csapat vett részt a mai megmérettetésen, és ahogyan a zsűritől hallottam, hát a 23 csapat az nem 23 étel, hanem még több ételnek a megkóstolása volt, mivel voltak csapatok, akik nem csak egy-egy ételt tettek le az asztalra. Úgyhogy ezután szeretném megköszönni minden egyes csapatnak, aki részt vett a mai megmérettetésen. Az már reggel látszódott, hogy nagyon jó lesz a hangulat, de ahogy itt jártam, keltem a sátrak között, ez fokozatosan alakult, ahogyan az várható is volt, ahogyan képviselő úr is reggel jelezte. De nyilvánvalóan, hál' Istennek, hozzátartozik ehhez a rendezvényhez a jó hangulat. Én szeretném még egyszer megköszönni a szervező közösségi ház csapatának, hogy létrejöttet ez a rendezvény, innen már második alkalommal, és bízom abban, hogy a következő években ez a rendezvény fokozatosan ki fogja nőni magát, és még több csapat fog részt venni ezen a rendezvényen. Bár azt gondolom, még egyszer kihangsúlyozva az, hogy 10 csapat helyett már most 23 csapat vett részt ezen, ez már jól mutatja, hogy merre fele fog a későbbiekben menni ez a rendezvény, hál' Istennek. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a csapatoknak, a résztvevőknek, akik részt vettek ebben. Finomabbnál finomabb ételek készültek, legalábbis ezt az információt kaptam, és hát a hangulat is fokozatosan alakul, ahogyan az látható. Szűcs Dániel, a város polgármestere is arra buzdította az érdeklődőket, hogy érdemes kilátogatni a rendezvényre, hiszen egészen estig színvonalas, színpadi programokat kínáltak a szervezők. A karcagi rendőrök őrizetbe vettek egy kunmadarasi férfit, aki a lopásokkal szomszédját sem kímélte. Bejelentést tett a rendőrségre egy kunmadarasi lakos, hogy egy ismeretlen bement a családi háza műhelyébe, és onnan elvitt egy centrifugát, mosógépet, létrát, nyújtófát, vasálványt, két vödröt és két kerékpárt. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, aki a bejelentő szomszédja volt. A 25 éves férfit előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. Az eljárás során a nyomozók megállapították, hogy nem ez volt a jogsértő első vagyon elleni bűncselekménye, hiszen az elmúlt hónapokban további 7 alkalommal tulajdonított el különböző értékeket kunmadarasi ingatlanokból. A lopásokkal okozott kár összesen több mint 600 ezer forint. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság 8 rendbeli lopás miatt folytat eljárást. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!